Sziasztok, és üdvözlök mindenkit, én Krisztán, és ebben a videóban elérkeztünk a Dicsőség útja című sorozatunk következő részéhez. A hetedik osztályban járunk, egy darab győzelemmel, 9 hátralévő mérkőzés, és akkor adunk gyorsan 2 darab fogyóeszközt a játékosaimnak, mint Sonnak, mint pedig Marcialnak, mert Marcialt ugye gyönyörűen felrúgták az előző epizódban, úgyhogy megsérült a felső teste. Tehát adtunk nekik gyorsan, valamint elvileg megint csak sikerült megcsinálni egy ilyen daily objective-et, ez egy bronz silver gift packet kapunk, akkor nyissuk ki így a videó elején egy fene. Nem csillog, nem csinál semmit, ez egy sima kártya, nyilván japán, ami abszolút useless. Ezt eladjuk gyors eladásba, ezek meg mehetnek be a klubba. Szóval akkor ott tartottunk, hogy keressünk egy ellenfelet. Miért a futcsembe lépek? Nem tudom, srácok. Szóval a hetedik osztály, igen. És mehetünk is. És meg is van a következő ellenfelünk, akinek egy elég jó kis egyesülete van. Ezek argentínok. Di Mariával, elől Icardival, Pastore, Otamendi. Jó. Jó kis kerete van tényleg a srácnak. Abszolút jól összerakta. De nekünk sincs gyenge keretünk, főleg ha egy Antonio van elő, srácok. Jó lesz, megverjük. Gyerünk. Goalkeeper can just saunter out and pick that up. Szép labda. Szép labda. Marcial Antonio 1-0. Csak a csiki-csuki gyerekek. Gyönyörűen sakmattig játszva a lehetőség. Ahogy kell. Más, az külföldiek Svetinek hívják. A magyarok meg, te köcsök Krisztián, mindent bejátszol. Tudom, megkaptam, nem egyszer, nem kétszer kommentbe. Csak az a baj, hogy ezeket szarom le a 60. emelet tetejéről. Ezeket a kommenteket, mert úgy játszok, ahogy éppenséggel szeretnék. Son, ott a második. Ahogyan az kell. Right here, right now. Gyönyörű. Ez az. Itt a fél idő. Maga biztosan vezetünk, srácok. Az ellenfelünk nagyon nem is támad. Nem is nagyon tudja kihasználni azt, hogy a középpályásait, középpályásaival felpasszolja a labdát, vagy bármi. Tényleg nincs helyzete a srácnak egyszerűen. Tehát 3 kapura lövése volt összesen, az is ilyen 20-25 méterekről. Nem sok esélye van a srácnak. Egyelőre. Son. Son, ott a kövi. 3. Nem bír nagyon mit kezdeni a srác ezekkel a kis passzos játékkal. Nem tudom, de egyszer se sikerült még neki nagyon levédekezni. Az szép gól. Hát ez, ez tipikus FIFA gól. Beadom, senki nincs középen, azt kapásba rárúgom, hát nyilván. Martial. Nagy labda! Nagyon nagy labda! Atya-gatya!
Martial megtalálja Herrerát, ő pedig kegyetlenül kihasználja azt. Be a léc mellé. Esélye ne legyen a kapusnak. Áj, gyerekek. Hát srácot is így varázsoltuk el körülbelül. Hát ez mit, mit csinált a kapussal? Leszadja szerintem ma a meccset amúgy. Belefáradt szegény. Öt kettő. Hát így kellett volna végigjátszani a gyereknek, így kipasszolgatni, akkor aztán probléma nem lett volna a meccsen, mert engem is simán meg lehet verni. Főleg ebben a FIFA-ban. Itt a vége. 5-2-re megnyertük ezt a meccset is. Szerintem maga biztosan tényleg nem nagyon mutatott semmit ez a srác. Tehát talán a leggyengébb ellenfelem volt idáig. Hiába kaptam két gólt, akkor is ezt kell mondanom. Úgyhogy megyünk is a következő mérkőzésre. Gyorsan keresünk egy újabb ellenfelet. És meg is van a következő ellenfelünk. Marci United a csapatának a neve. Hát ez tényleg egy United csapat lenne majd, szerintem későbbiekben. De van nála egy-két nagyon OP játékos, úgyhogy oda kell figyelnem erre a messze mindenféleképpen. Na gyerünk! Majdnem 1-0 a srácnak, Sturridge eléggé elszaladt. Still got a bit to do, but this is promising. Son. Oh, he's through. Martial onside. Martial kimarad. Lőjük be. Kimarad. Martial mellé megy. 16 percen ez volt az egyetlen lehetőségem. A srác úgy tartja a labdát, hogy az valami őrület. Nehéz meccs lesz. Martial 1-0. Nagyon-nagyon szerencsés gól. De az is gól. Atya a gatya. Megvan a vezetés. Erre azért nem számítottam, megmondom az őszintét. Már csak azért sem, mert a srác olyan szinten jól védekezik, meg jól tartja a labdát, hogy... hogy nem tudom. Martial 2-0. Semmiből gyereknek kettővel vezetünk, de kétszer indult el Martial, és kétszer kapott olyan labdát, amit sajnálsz. Azt gyerek részéről sajnos ezt nem lehet kihagyni. Tehát ez a labda itt, hát ez több, mint csodálatos. És ezt pedig már nem hibázhatjuk el. Martial dupla 9 perc alatt. Martial és a harmadik. Ez az ember, ha egyszer megindul, vagy kap olyan labdát, amit be lehet rúgni, akkor ő be is rúgja. Több mint csodálatos ez az ember. Négy null, Son. Jaj, gyerekek, hát...
gyakorlatilag most nyomozta a labdát. Mert a sok passzos pingpong focit aztán levédekeznem lehet ebben a játékban. Utána meg már csak az kell, hogy be tud fejezni az akciót. It's like for like, one forward for another now. It looks that way. I mean, the defenders had the measure of him. And when that is the case, the manager's got to act and hope that things will be better next week. Patrick Van Aanholt. No great danger here, but they've got the ball. That's the most important thing. And Herrera. Martial. Oh, it could be on. Shots on here. Well, that's a goal. Hat. Hát sok minden nem tudok hozzáfűzni. Important moment, maybe the most important moment in the match. They shouldn't be caught from here, should they, Alan? Ez adogatás volt. És itt visszakény persze, hogy berúgja. Hajam, gólt kapunk. A világ legszebb szögletvariációját láthattuk. Gyönyörű. Hát ezt tanítani kéne, gyerekek. És itt a vége. Hát a gyerek már csak elszórakozott itt a végén. Azt gondolta, hogy én felidegesítem magam, ha ő hátul passzolgat. Ráhagytam. Úgyhogy így vége is lett tulajdonképpen a mérkőzésnek. 8 lövésből 5 gól. Neki kettőből semmi. Megvan a 9. pontunk is. Így igaz. És akkor nyomunk még egy darab mérkőzést. Csak gyorsan nyomok egy fitness-t a keretre. Általában 2-3 mérkőzést szoktam még így hagyni. Foot Championsben azért minden egyes meccsre általában azért felhasználom a fitness lehetőségét. De akkor lássuk, hogy ki lesz a következő ellenfelünk. És meg is van a következő ellenfelünk egy bő 30 perc keresés után. Hát ez elég valószínű, hogy Coin csaló lesz. Szerintem legalábbis. Hát ennek minden van a csapatában. De remélem azért legalább rúg egy öngolt, ha már csal. And plenty of players that are going to score a goal. És nem. So this is how the host line up today. Meglepő. Akkor lehet, hogy ilyen kis rétingű csapat. Chris Smalling in emphatically and just as well. The approach play looked very encouraging. És Antonio bepöcköli. 1-0. Gyönyörű. Meg is van a vezetés. Nagyszerű. Szép labdát kapott Herrerától, és ezt már nem lehetett kihagyni. Martial 2-0. 19. perc. És a Suárez-es gól öröm, ha jól tudom, akkor ez az. És a gól. Idrissa Gueye nevéhez fűződik a harmadik. Meg is köszöni. Hát ez nagyon malac gól volt. Kifejeli, átveszi, kis dribbling, aztán gyakorlatilag 1 km/h előtt a labdát. Martial. Martial, ott a következő negyedik. Meg is állítja ellenfelünk a meccset. Valószínűleg ki fog lépni. Azért 35 perc alatt kapott egy 4-est. Hát egyelőre nem. Itt a félidő. Sok mindent igazából a gyerek nem csinált. Mondjuk nem is csodálkozom egy 20-as összhangú csapattal.
6 kapura lövése volt, de azok mind ilyen 40 méteres próbálkozások, még csak bevágni sem érdemes a videóba, mert abszolút semmi, tehát nem is értem, hogy van 7. osztályban a srác. And Herrera. This could lead to a chance. It's good attacking play. Martial. 4. Ja, bocs, 5. Anthony Martial. Nem is igazán beszélek egyébként a meccs alatt, mert teljesen feleséges. A gyerek passzolgat össze-vissza, de hát még így is nálam van szerintem többet a labda. Érdektelen, amit művel. I have to say it's so one-sided today, but all credit to the team that are racking up the goals. Csak azt nem értem, ilyenkor miért nem lépnek ki? Played forward, a bit of menace in the city. Iniesta. Son. Return pass. Martial. Chip. Goal. 6-0. Lép már ki, könyörgöm. Hét, Antonio. Gyerekek, akármit csinálok, az gól. Tehát most nem vagyok soha nagy képű, meg nem is akarok az lenni soha, de ez, hogy gyakorlatilag egy fake shot, kétszer megnyomom a lövést és gól, hát ez a játék, ez full FIFA 17 séma egyébként. Tehát a 17-nek ugye a legvégén ismertem meg ezt a módját igazából a játéknak, hogy hogyan a legegyszerűbb a gólt rúgni, és gyakorlatilag a 18-ban ugyanez. Tehát a driven shot, a fake shot, ezek mennek, tehát. A timely challenge. That's the brilliance of the back heel. It looks great when it works. It worked then. Shots on here. He's blocked the shot. Oh, na jó. Na jó. Ezt azért nem érdemelte a gyerek. Ez most mi volt? Jézusom. Hát négy szemem van. De ez a gól, ez még négy szemmel is nagyon csúnya volt. Jézusom, hát itt a vége. 8-0 a gyerek ellen. Nem kommentálom inkább az eseményeket, mert hát szerintem ti is láttátok. 2012 óta játszik a srác. Hát jó, rendben, mindegy, hagyjuk. 4 győzelmünk van. 12 ponttal állunk jelen pillanatban. Én megköszönöm mindenkinek a figyelmet. Ha esetlegesen tetszett ez a videó, mindenképpen jelezz egy lájkkal, és ha még nem tetted meg, iratkozz fel a csatornámra. Én Krisztián voltam, további szép napot kívánok mindenkinek. Sziasztok!